József, nyúliskola. Erdőszélén nagy a móka mulatság, iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanító ott középen az a nyúl, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fej káposztával, hallgatják is tátott szájjal. Az egymást tapasztó táposztó levelek képezte káposzta, letépett leveleim belül tapasztalt betétet, mely a koppasztott káposzta törzse, úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépett táposztó káposzta leveleket, a tapasztalt rendben, akkor szakasztott fejesen, helyesen. Szerkesztett káposztát képezünk. Ez a lecke. Megértettük? Kérdezte a nyúltanár. Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már. Akkor rögtön feleltetek. Lapult a sok kis tapsi fül. Füllentetek, dehogy értik, és ez most mindjárt kisül. Nos, felállj te, nyuszi-gyuszi. Állj két lábra, s vázolt hát. Mi történik, ha ízekre bontasz egy fejkáposztát? Jól lakok, felelte elképesztő képzetten, a kis káposzta koppasztó ebugatta, de a tanár megbuktatta.